A közöny elviselhetetlen, mint a kifáradt patakmeder. Inkább fájjon. Közönyben ugyan nem, de fájdalomban annál több része volt. Gyűlölték, kitiltották, betiltották, beperelték, kitüntették, szerették, becsülték. Írásai, jó diagnózis segítő, röntgen felvételek. Mert megírja, hogy él vissza hatalmával a törvény, ha úgy van, hogy tulajdonképpen nincs, ha nem számít bűnnek a bűn, akkor a világon minden megtörténhet. Én azt hiszem, hogy ha az író nem is tudja a világot megváltani, ahhoz mindenképpen hozzá tud járulni, hogy az emberek egy kicsit megváltozzanak, és ahhoz is hozzá tud járulni, hogy az emberek egy kicsit jobban megértsék azt a kort, amiben élnek. Írásaimban soha nem a parasztot kívántam ábrázolni, hanem az embert, aki történetesen falun él. Elsőrendű írói feladatának ezt tartotta, hogy a megélt életanyagából kibontsa egy kornak sokszor eltakart, elhazudott igazságát, és egész írói működése ezt példázza, ezt valósította meg. Volt neki élete vége felé egy vallomása, ami hát körülbelül úgy szólt, hogy valóságos képet akarok adni arról a néhány évtizedről, amelyben mint író éltem. Ez volt az ő arszpoétikája, és ezt becsülettel meg is tette olyan korban, amely nem akármilyen kor volt, és nem akármilyen akadályokat állított az elé, hogy valaki ábrázolja ennek a megélt időnek az igazságát. Ez a kis epizód azt a látszatot kelti, mintha mi még mindig az 50-es években lennénk. Nem, Iva, nem vagyunk ott. És egyre kevésbé vagyunk ott. Erdős elvtárs, mi a garancia arra, hogy nem tartunk már ott? Mi, akik nem akarjuk az 50-es éveket. Erdős elvtárs, gondolja, hogy az 50-es években akarták az 50-es éveket? Ne marháskodjon, Éva. Maga egy okos nő. Maga és én csak akkor tudjuk továbbvinni ezt a lapot és végezni a tennivalónkat. Ha képesek vagyunk egy bizonyos X mennyiségű okos kompromisszumra. És értelmesen csupán arról vitatkozhatunk, hogy meghatározzuk végül is, mennyi legyen az az X. És úgy gondolja, hogy az Astoria ügy már túl van. Túl van. És miért? Meddig játsszuk még azt, hogy ami kellemetlen, azt gyorsan bevágjuk a fiókba, vagy besöpörjük a szőnyeg alá? Jaj, Éva, addig, ameddig muszáj. Amíg ezt követeli tőlünk a helyzet. Milyen helyzet? Mondja, maga valóban nem érzi. Nem érti, hogy a most és az itt kimondható igazságoknak valahol határa van az istenik magának. Engedje meg, hogy most visszakérdezzem. Valóban nem érzi, hogy a leírt és kimondott hazugságnak is van valahol határa? Annak vajon hol van a határa? A legnagyobb vállalkozásai közé sorolta ő maga is, például a Vidravas című regényét. Ez az utolsó regény, amit életében írt, és amelyet hosszas előkészületek után kezdett el írni. Ő ugyanis nagyon adott arra, hogy, mint mondjuk Arany János, meglegyen az a bizonyos epikai hitele. Tehát ő fiktív történetet ír, de annak minden állításával, minden sorával, hogy így mondjam, minden fordulatával, minden tényezőjével majdnem dokumentatíve is el tudjon számolni. A Vidravasnak is a története, amit nem tudom, hol hallott először, mert van egy olyan elmélet, hogy egy amerikai útján hallotta, mások szerint Gobbi Hildától hallotta, illetve Hildánnál. Ő Hildával elég jó barátságban volt. Sőt, nagyon közeli barátságban, és Gobbi Hilda viszont ismerte a Péter Gábort, még a illegalitás idejéből, a háború alatt találkozott vele, ugye, aki az ÁVO-nak az egyik vezetője volt, aztán lecsukták, aztán kiengedték. És az biztos, hogy Péter Gábortól részleteket hallott erről a történetről, és aztán utána ment. Ebben a regényben elsősorban nyilván azt akarta megmutatni, hogy az a kor, amelyben élünk, és amelyről annyi novellát, annyi riportot ír,
ennek a kornak a nyomása, a félelem rendszere, és így tovább, mindenkit sújt. Tehát ő nem csak a kulákot, mondjuk a paraszti világon belül, nem csak a úgynevezett osztályjelenséget a városi világban, hanem mindenkit sújt, vagy jóformán mindenkit. A Vidovas az óriási siker volt. Én nem tudom, utána lehetne nézni, hogy hány tízezer példányban jelent meg. Utána nyomták a kiadó, és nem lehetett eleget nyomni belőle, mert napok alatt elfogyott. Az annyira beletalált egy problémába, ugye a törvénytelenségekbe, az ávó szörnyűségeibe, hogy ez borzasztóan izgatta az embereket, és hát maga a regény története is. A Vidravas, amelynek a valóságos eleme, az Magyarország egyik első koncepciós pere, ahogy ezt finoman mondják. Azt hiszem 1949-ben a magyar olajipar államosításakor rendezték meg ezt a koholt pert, az úgynevezett Maort pert, amelyben az olajipar akkori vezetőit olyan módon akarták kivonni a forgalomból, hogy hamis vádak sorozatával bíróság elé állították őket. A vádak lényege, ennek utána lehet egyébként nézni, de hát az volt, hogy mivel a magyar olajipar kezdetben amerikai tőkével indult el a két háború között, ezek a vezetők, élükön dr. Papp Simon geológus akadémikussal, aki a magyar olajbányászat tudományos vezetője volt, az amerikaiak zsoldjába álló összeesküvők és kémek, akik tudatosan szabotálják a magyar olajkitermelést. Őt szabotázsa vádolta a Horthy kormány, a jobboldali német barát kormány is, pontosan azért, mert keveselték a német hadigépezethöz szállított üzem- és kenőanyagot. Na most akkor jött az úgynevezett felszabadulás, akkor a szovjet barát magyar kormány szabotázsa vádolta őket, hogy miért nem tudnak annyit termelni, mint amennyit termeltek annak idején a németeknek. Hát a németeknek nem tudtak már többet termelni, mert ugye olaj kellett, az olaj finomításából származott a benzin, gázolaj, kellőolaj, de az olaj gázzal együtt jön a felszínre, és utána a gáz nem lehet mind a fát hasába rakni, meg gullába, mind a homokot, vagy prizmába, levegőbe eresztették. Hát ezt úgy hívják, hogy rablógazdálkodás, mert a réteg energia elmegy a levegőbe, akkor nagyon sok olaj marad vissza. Na most ők szakemberek voltak, és ez ellen tiltakoztak. És akkor a céget, a Maortot, a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytárságot 41-ben az állam a kincstár kezelésbe vette, ami annyit jelentett, hogy milyen államosításféle. Ugyanakkor ugyanezt történt a 45 utáni időszakban, amikor is a Szovjetunióból szintén szakembereket küldtek ide. Az ő tervhivataluk is, a Gosplan, meg a Magyar OT is ugye egyre nagyobb mennyiségeket követeltek. És itt lett a vége az, hogy másodszori szabotással vádolták, és ott a Maorter végén halálos ítélet a Papp Simon részére. Sokan vettek részt ebbe a munkába, de halálos ítéletet csak a geológus kapott, mégpedig olyan vádpontok alapján, hogy tudatosan tűzött ki olyan helyre fúrásokat, ahol biztosan tudta azt, hogy nincs olaj. Így történt azután, hogy amikor szegény Papp Simont halálra ítélték, és 6 hónapon át nem is mondták meg neki, hogy mi lesz a további sorsa, tehát 6 hónapon át minden cella nyitása azt hihette, hogy viszik a halálos ítéletet végrehajtani. 6 hónap múlva közölték vele, hogy a legfelsőbb kegyelmi tanács életfogytiglanra változtatta az ítéletet. Ekkor érdekes dolgok történtek, tudnélik, a Papp Simon szobába íróasztalt helyeztek el, szőnyeget is kapott, és egyszerűen megmondták neki, hogy itt kell dolgoznia, mert a mezők tönkre fognak menni, mert a termelés most már a nagy megugrás után oly módon esett vissza, hogy katasztrofális helyzet következett be. Így történt azután, hogy Papp Simon, akit halálra ítéltek, majd életfogytiglanra,
a börtönben kénytelen volt ezt a nagy magyar kincset menteni, ami menthető. Nagyon nagy jelentősége volt, amikor 1951-ben az utódai, a későbbi magyarok, a magyar kutatók, mi ugye megtaláltuk Nagy-Lengyelt, az ország legnagyobb olajmezőit, azon a helyen, ahol a vádpont szerint tudatosan nem szabadna volna olajnak lenni. Ez a történeti valósága, a nyersanyaga a vidravasnak, ennek a regénynek, a fiktív elemek pedig szintén az ő személyes tapasztalataiból épülnek föl, egy falu ő életének a képének, amely több szállal összekötődik az úgynevezett Maort ügy következményeivel, főleg azáltal, hogy Papp Simon geológus a letartóztatott fővádlott felesége oda kerül abba a faluba, ahol a regény hősnője él, és hát egy meglehetősen kalandos, krimiszerű fordulatokban bővelkedő történet révén ezek a szálak összefonódnak, és együtt mutatják meg, hogy fönt és lent és minden osztályban hogyan érvényesül ez a közös sors, közös szenvedés, közös gyalázat, közös elnyomás. Ültem a New Yorkba, és odajött az asztalom az Erzsi, és elmondta, hogy őt fölkérték, hogy országgyűlési képviselő legyen Győr megyében, mint odavalósi, és ott ismert, és hát tekintélyes ember, és mi erről a véleményem. És én azt mondtam, hogy úriember nem képviselő. Amire ő nevetett, és azt mondta, hogy hát egyrészt nem ember, hanem némber, másrészt pedig hát Mikszáth Kálmán is volt képviselő. Hát mondtam, más időkben. És akkor kiderült, hogy ő azért vállalta ezt, mert már rég elvállalta, amikor tanácsot kért, ahogy ez lenni szokott, azért vállalta el, mert az volt az elképzelése, hogy mint képviselő hozzájut olyan anyagokhoz, bepillantást nyer olyan pöriratokba, meg hivatalos iratokba, meg olyan emberekhez jut el. Ha jól emlékszem, Foki Jenő, az akkori miniszterelnök is Győr megyei képviselő volt, és hát akkor ők együtt lesznek, és ő mindenféléket meg tud, el tud olvasni meg. Ez egyébként így is volt, mert rengeteg anyagot így kapott meg, amihez földi halandó nem jutott hozzá. Én szerettem volna megtudni, hogy mi az a magyar parlament, és ennek révén szerettem volna egy kicsit jobban belelátni a hatalom szerkezetébe. És van egy olyan érzésem, hogy ha nem lettem volna 5 évig országgyűlési képviselő, akkor a vidravast nem egészen ilyen formában tudtam volna megírni. Elpanaszolt a Foknak, hogy nem tud előre haladni az írói munkájába, mert képtelen hozzáférni azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket nem tud nélkülözni, nevezetesen a Maort per irataihoz. Ez már 1970-es évek végén írt egy kérvényt a belügyminisztériumba, hogy tegyék lehetővé, hogy bizonyos iratokat megnézzen, válaszra se méltatták az Erzsit. Erre Fok, aki szimpatizált Galgócival és viszont, tett egy ígéretet, hogy ő megpróbálja ezt elintézni, és mit jön bele a diktatúra történetében Mikszáth Kálmán, hogy mivel ő szombat reggelente együtt teniszezik az infarktusából lábadozó belügyminiszterrel, Benkei Andrással, ő majd megpróbálja megfőzni a Benkeit, hogy adjanak engedélyt. Sikerült. Mondja az Erzsi, hogy egyszer csak kaptam egy telefont, mintha eddig mi sem történt volna, mintha nem kérvényeztem volna folyton, hogy ide és ide menjek el, oda megjelentem, és rendelkezésemre bocsátották az iratokat. Persze alá kellett írnom, mondta Erzsi egy nyilatkozatot, hogy amit látok, arról nem beszélek, ami hát közben azért is képtelenség volt, mert kifejezetten azzal a céllal kérte, hogy írjon róla. Jegyzeteket, másolatot nem készíthetek, ott olvashatom, és aztán bezárták valamilyen helyiségbe, ott egy ilyen belső levéltárba, és nézegette ezeket az iratokat. De hát én kifogtam rajtuk. Mert közben én azt kérdeztem tőle, hogy hogyan emlékezett ennyi mindenre, hát az lehetetlen. Hát azt kifogtam rajtuk, ravasz a paraszt, mert azt csináltam, hogy valahányszor oda mentem. Megbeszéltem a gépírónővel, hogy utána rögtön hozzámegyek taxival. Mindig csak keveset olvastam el, amit meg tudok jegyezni,
odarobogtam taxival, lediktáltam neki. Tehát a fejébe azért kilopta az író azt, amire szüksége volt. És így fölgyűlt az anyag. Én szerkesztettem azt hiszem minden, vagy majdnem minden könyvét, ami a Szép Irodalminál jelent meg. És a Vidrovast azt nem én rám szignálták, ahogy akkoriban, vagy talán ma is így mondják, az igazgató. Gondolom azért, mert az egy olyan politikailag nagyon kényes dolog volt, és nem bíztak abba, hogy én ezt pontosan tudom értékelni. Úgyhogy azt egy másik kollégám kapta, aki egyébként rengeteget harcolt ezért a könyvért, Kónya Judit, és nagyon sokat tett a könyv megjelenése érdekében, mert hát ez egy hosszú harc volt. Lektoráltatni kellett ezerszer külső emberekkel, változtatni kellett a szövegen. Szakmai lektorálásra, szakmai véleménymondásra a kiadót irányító körök azt az államvédelmi ezredest bízták meg, aki annak idején a Maort per vizsgálatát vezette az államvédelmi hatóságon, az Andrássy út 60-ban. Dr. Tímár Istvánnak, aki időközben a jogvédőhivatal elnöke vagy főigazgatója lett. A teljes jelentés mellett volt még egy levél is, amit Tímár István a kiadó igazgatójának, Illés Endre írónak írt. Egy kísérő levél, ez már itt nem szerepel. Én ezt a levelet lemásoltam. A regény megjelenése után ez még hozzáférhető volt a kiadóba, és engem elkezdett nagyon foglalkoztatni, érdekelni ezek után, amiket Erzsi mondott, ennek a kéziratnak a háttértörténete, hogy így mondja. 1983. augusztus 29-i dátummal. Tisztelt Illés elvtárs, mellékelem Galgóczi Erzsébet, Vidravas című művéről készített szakmai lektori véleményemet. Nagyon sajnálom, hogy az általam nagyra becsült, kiváló írónőnek erről a kéziratáról ilyen negatív, a kiadást ellenző véleményt kellett írnom. Szükségesnek tartom tájékoztatásodra még a következőket közölni, tehát a jelentésen kívül. Az írónő Gobbi Hildánál, akinél feleségemmel látogatóban voltunk, folyó év január 9-én vasárnap közölte, hogy beszélni szeretne velem. Természetesen szívesen álltam rendelkezésére. Január 12-én lakásomon felkeresett, átadta egyik kötetét, majd kérdéseket tett fel a Maort üggyel kapcsolatban. Tudta ugyanis, hogy annak vizsgálatát rendőr ezredesként 1948-ban én irányítottam. Zárójel. Csak a teljesség kedvéért jegyzem meg, és nem önigazolásul, hogy a kézirat főhősét, a Maort per fővádlottját, Pap Simont, más irányú elfoglaltságom miatt sem a vizsgálat folyamán, sem később nem is láttam. Zárójelbe. De most álljunk meg egy pillanatra. Hát nem elképesztő, hogy valaki vezet ilyen főben járó országos ügyben, rendőr ezredesként, magyarán AVH-s ezredesként egy vizsgálatot, és a fővádlottal más irányú, ugyan milyen irányú elfoglaltsága miatt nem is találkozott az illetőt, nem is látta. Na most én sokat gondolkodtam ezen a mondaton, és rájöttem arra, vagy rájönni véltem arra, hogy ebben a legkísértetiesebb elem az, hogy talán igaz. Szóval így válik a valóság a szemünk láttára megfoghatatlan. És ezt a kis mondatocskát és ezt a kis kitérőt is szerényen ajánlanám azoknak a figyelmébe, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak. Mindent tudnak a múltról. Mindent tudnak arról, amit megéltünk. Amit megéltek. Nem, arról se tudunk mindent. És így tűnik el az igazság. Az az igazság, ami után egy író nyomoz, amit meg akar írni, amit meg akar jeleníteni, amelyik már több, mint a fikció. Mert ennek van egy történeti része, az, hogy ti már ezt állítja, és van egy ördögi része, amelyik már független a történet, hogy ilyen megtörténhetik. Hogyan? Elmeséltettem az öreg parasztemberrel a főhősön Pap Simon számára a saját kálváriáját,
és szó szerint lemásoltam a levelet a regénybe. De benne hagytam a valóságos neveket is. És emiatt perelt be az az illető járásbíró, aki 52-ben igazságtalanul elítélte ezt a parasztembert, 53-ban pedig a kormányprogram után pedig fölmentette. És arra gondoltam, hogy ilyen sötét, szolgalelkű, erkőstelen gazember, mint az a járásbíró, ez megérdemli, hogy szó szerint szerepeljen egy könyvben. Aztán kiderült, hogy a személyiség jogainak megsértése miatt beperelt, és a pert el is veszítettem, arra köteleztek, hogy a következő kiadásokban a valóságos neveket megváltoztatom. Ez volt az egész per. A könyv lényegét nem érintette. Vidravas, csapóvas, keletce, csapda, vastőr, vaskaptán. Ezek a szavak egymás szinonimái, és azt hivatottak tulajdonképpen túl a szó jelentése, mert mindegyik csapdát jelent, sugalni, hogy akárhonnan nézem az akkori világot, és akárkiknek a sorsán belül nézem, ezek mind annak a képtelen világnak a csapdájába vergődnek, rájuk csapódott valami, amiről nem tehetnek, aminek ki vannak szolgáltatva, mint ahogy a vidrára a vidravas, a kaptán, a csapda, amit akar. És ez a tények költészete, hogy mennyire szó szerint ilyen igaz az, ami a regény végén Simon Pál alias Pap Simon temetésén elhangzik egy fiatalabb tanítványa gyászbeszédéből. Arra kínálkozó példa lehet a regény kézirat fogadtatásának egyik epizódja is, de hogy miről van szó, szeretnék néhány mondatot ebből a gyászbeszédből fölidézni. Előlép programon kívül a temetésen egy fiatalember, akiről kiderül, hogy Simon Pál geológus professzor tanítványa volt, és elkezd arról beszélni azzal a brutális nyíltsággal egyébként, ami Erzsit is mindig jellemezte íróként és riporterként, hogy tudnillik ebben a perben, Simon Pál perében próbálták ki azt az ördögi mechanizmust, a koholt perek mechanizmusát, amely aztán a Rajk perben már hibátlanul működött. És aztán sok minden mellett azzal folytatódik ez a beszéd, hogy Simon Pál börtönbe csukásával kezdődött Magyarországon a szellemi jégkorszak. Nekünk, tanítványainak az a feladatunk, hogy a magyar szellemi életet megtisztítsuk a rátelepedett salaktól. Mi ez a salak? A vezetés továbbra is az ő kezükben maradt, mondja ez a fiatalember. Erkölcsi képtelenség, hogy azok rehabilitálnak, akik börtönbe vetettek, azok beszélnek szocialista törvényességről, akik ártatlan embereket gyilkoltak meg. Amíg az ország vezetése továbbra is a kezükben marad, semmi biztosíték nincs arra, hogy a múlt bűnei és hibái nem ismétlődnek meg. Akár holnap, vagy ma, vagy holnap után. Uram, te tudsz valamit? Én csak azt tudom, hogy ezt így tovább nem lehet csinálni. Mit? Volt egy régi barátom. Arról volt híres, folyton a körmét rágta. Sose tudta legyőzni ezt a rossz szokását. Végül aztán elvitték egy világhírű pszichiáterhez, aki hipnózissal gyógyított. A szokásos módon elaltatta a barátomat, közben ezt mondogatta. Undorító dolog a körmet rágni. Nagyon gusztustalan szokás a körmet rágni. Ezentúl soha többé nem fogom a körmemet rágni. És mi történt? Csodák csodájára abbahagyta a körömrágást. Eltelt egy hónap, eltelt kettő. A barátom elkezdett így csinálni. Amit ti csináltok, az épp ilyen tüneti kezelés. Mit jelent az, hogy amit ti csináltok? Na jól. Ki az a ti? Mondjuk azt, hogy mi? Én, amit csinálunk, vagy csinálhatunk, ahogy tetszik. Igaz, hogy most ráparancsolatunk a betegre, egy egész népre. Azt mondhatjuk, ezt ne csináljátok. De mi lesz vajon 5? Vagy 10? Vagy mondjuk 20 év múlva, ha újra itt a betegség?
azért kivállalja a felelősséget. Édes öregem, drága gyurám, drága barátom, te tévedésből rontod itt a levegőt. De vigyázz! Nem azért szenvedtük végig 56 minden gyötrelmét, hogy a magad fajta elfbarátok ismét tönkre tegyék az országot. És az Úristen legyen irgalmas ahhoz a párthoz, amelyik te rád, vagy a hasonszőrűekre támaszkodik. Verzsi a paraszti világba született bele, onnan jött sok, sok gyerekes családból, és kezdettől fogva szinte, tehát eszmékedésétől fogva, a bőrén érezte a paraszti életformának, a paraszti sorsnak a fájdalmát, a lehetetlenségét, a képtelenségét, amely a politikától függetlenül is, mint a világon mindenütt, egy nagy történelmi átalakulás, változás küszöbére jutott. Magyarországon ez sajnos rettenetes körülmények között ment végbe, de a világon mindenütt megváltozott a társadalmak paraszti rétegének a helyzete. Emlékszel az öreg Szűcsre, akinél én szolgalegény voltam? Móros gazda volt, de ugyanannyit dolgozott, mint én. Nem lépett be a TSZ-sébe, hát minden reggel berendelték a tanácsházára. Ha hétköznaposan ment, haza kergették. Ennyire se becsül minket, hogy ne ganés csizmában jelenjen meg. Mire hazament az öreg átöltözni ünneplőbe? Na látja, tud maga tisztességesen is viselkedni. Mire újra hazament, átöltözött. Mehetett volna dolgozni, cselédje már akkor régen nem volt. És eltelt egy fél nap. Ha ünneplő sem ment, kigúnyolták. Mi van, öreg? Csak nem ebben a ruhában akar szántani. Hát akar szökni a határon? Hazaküldték átöltözni. Újra eltelt egy fél nap. Főleg a megaláztatás. 3 hónapig bírta. Aztán felakasztotta magát. A kormányprogram már 3 évvel ezelőtt kimondta, hogy voltak túlkapások. Persze. És tudod, ki követte el azokat a túlkapásokat? Te. Igenis, te. Te meg a többi szegény ember, akik belekapaszkodtak Rákosiba. Tanácselnök, pártitkár, cukorrépa felvásárló, tiszt, járási instruktor, a sok hajdani szegény ember. Nem bárók, gyárosok, földesurak, hanem szegény emberek, akik elfelejtették, hogy milyen az szegény embernek lenni. És még csodálkoztok, hogy a csőcselék bosszút áll. Nem csak azt mutatta meg, hogy a hivatalos világ emberei és szerkezete milyen képtelenségeket testesít meg, hanem azt is, hogy ez az életforma emberhez méltatlan és sokszor elviselhetetlen életforma milyen emberi torzulásokat idéz elő azokban, akik ezt elszenvedik és megszenvedik. Tehát Galgóczi Erzsébet nem idealizálta a parasztot és a parasztságot, hanem ugyanazzal a brutális nyíltsággal, amivel a másik világról írt, jellemezte és ábrázolta a parasztokat is. Ez az írói meggyőződés és írói gyakorlat kezdettől végig, tehát első írásaitól a haláláig, töretlenül kimutatható az írásaiba. Erzsi is azt vallotta, hogy a parasztság már a modern korban nem osztály, hanem életforma és sors, amitől meg kell szabadítani éppen az emberiesség nevében az embereket. Azt mondtam, engedd el! Ne! Engedd el! Istenem! Ne várj! Jó Istenem! Na várj csak! Majd megtanítalak én hallgatni az anyád, Úristenit! Tudtam, hogy ez lesz! Tudtam, hogy ki beszéli! És még te akarsz! A faluba költözni!
figyelmeztettelek! Hát fogd be a szádat! Hát nem érted, hogy itt nem történt gyilkosság? Gyilkos vagyok én! Hát mi az én bűnöm, mi? Bennünket akarsz feljelenteni? Az apádat, az anyádat! Hát gyilkos vagyok én, a jó Isten itt az anyádnak! Jaj, ne bánts! Eresz! Eresz! Jó Isten! Gyere! Gyere, kisfiam! Jaj! Jaj, kisfiam! Édesanyám, miért ön engem, édesapám? Össze-vissza beszéltél mindent, kisfiam. Nem emlékszem. Nagyon részeg vagyok. Nem emlékszem. Nem emlékszem. Ne is emlékezz. Édesanyám, még van a városban. Rendőrnek ajánlott. Volt egy nemzedék, amelyik fölkerült faluról, kollégiumokban vagy nem kollégiumokban, 47-től mondjuk, tehát a felszabadulás után 2-3 évvel, én még mindig felszabadulásnak mondom, és azután hát egy nagyon nagy nyomást különbségbe került, ugye Juhász Ferinek, aki maga is ilyen, az a Juhász Ferencnek, aki maga is ilyen, az a képe erről, hogy mint a halak, akik a mélytengerből följönnek, és egy más nyomás alatt, egy kisebb nyomás alatt alá kerülnek, és ettől szétrobbannak, szétpattannak. Most ez a nemzedéknek egy jó része persze, hát boldogult, és megszokta ezt a másféle nyomást, és nagyszerű orvosok, vagy írók, vagy zenészek, vagy mérnökök, vagy ügyvédek lettek belőle. Volt egy csomó olyan ember, aki nem bírta ezt a nyomás különbséget, és ebbe szétrobbant, vagy a tisztessége miatt, vagy a tisztességtelensége miatt, vagy egyszerűen az idegrendszere miatt. A forradalmi munkásparaszt kormány kötelességének tartja a szocialista törvényesség megszilárdítását, az állampolgárok jogainak és törvényes érdekeinek védelmét. Épp ezért ránk különösen fontos feladat. Az új megyei pártitkár, most helyezték ide Pestről. Sorsdöntő időket érünk. Arra kérem az elvtársakat, felelősségük tudatában határozzanak, vállalják-e a konszolidáció érdekében a rendcsinálást. Most azonnal? Igen. Egyenként? Igen. Nem vállalom. Hagyja el a termet. Vállalom. Vállalom. Nem vállalom. Ti tudtátok, hogy mi történik? Mert én nem tudtam. Én is felvonultam, hogyha felvonulás volt. Én is kiabáltam, hogyha kiabáltak, és én is tapsoltam, hogyha azt a szót hallottam, hogy szabadság. Hogyan ítélkezhetnék én azok fölött, akik szintén felvonultak, kiabáltak és tapsoltak? Ők sem igazodtak el, és én sem. Nem vállalom. Vállalom. Tudja, én tudom, mit akarnak. Példát mutatni. Elrettenteni. Megtorlást. Mondja maga, fiatal, egészséges paraszt, mi köze van magának ezekhez? Miért vállalta ezt a szerepet? Maga nem olyan rendkívüli. Nem is lehet olyan okos.
mert ha okos volna, nem vállalná. Tudja, miért kell maga ezeknek? Mert ártatlan. Mert új fiú. Mert nincs vaj a fején. De maga erre rá fog fizetni, főügyész úr. Nagyon jól ismerte a paraszti életet, és ismerte azt a nemzedéket, amely végül ma is fontos szerepet játszik, a parasztságból kijött új értelmiséget, amihez ő is tartozott. Tehát ezt a fényes szellők nemzedéket, akik a Nékoszba végeztek, vagy nem a Nékoszba, de mindenképpen faluról jöttek föl, és aztán elvégezték az egyetemet, és hát nagyon fontos szerepet játszottak a magyar életnek az alakulásában, jó és rossz szerepet egyaránt persze. Prózában ezt ő ábrázolta legerősebben és a legtisztességesebben, és hát ez egy nagyon fontos, enélkül nem érthető az egész régi világ, hogy úgy mondjam, 89 előtti világ, maga 56 se érthető, mert hiszen az a furcsa, hogy 56-ot részben ezek az emberek csinálták, akik pedig hát az előtt meg sok mindent köszönhettek is az 56 előtti rendszernek. Komlós azért védhetetlen, mert november 4-e után is uszított. Többek közt kijelentette, hogy addig nem lép színpadra, amíg ez a kormány van hatalmon. Ezt már nem lehetett egymásnak ellentmondó kormánynyilatkozatokkal alátámasztani. Tehát szó sem volt nála ideológiai zűrzavarról, hanem nagyon is tudatos ellenforradalmi cselekményről. Péter, szeretném megmenteni az életedet. Emlékszel, mikor együtt laktunk a Népi Kollégiumban? És 46. augusztus 1-én, a 3 éves terv első napján, 0 órakor riadót fújtunk. És kimentünk kapákkal, csákányokkal a püspök erdőre, és reggelig utat építettünk a Bozótban, mert hittünk, mert jelképezni akartuk, hogy fiatalok vagyunk, diákok, de mi is kivesszük a részünket az ország építéséből, mert mi akkor hittünk, és te is! Igen, igen! És azóta elbozótosodott az egész ország! Ezt a Bozótot akartuk mi októberben kiirtani! És 52-ben? Arra emlékszel? 52-ben a színművészeti főiskola bárján. Reggelig vitatkoztunk azzal a két velünk egykorú stricivel, mert azok azt mondták, hogy röhögő görcsöt kapnak a vastapsoktól. És akkor te mondtad nekik, hogy sajnállak benneteket, mert nektek még fiatalkorotok sincs. Mi legalább akkor utat építettünk a Bozótban. De azóta mi is tisztán látunk. És 54-ben már mi is azt mondtuk, hogy majd dúdolunk egy új mesét. Fasiszta kommunizmusét! Aláírod? Nem. Ma viszont ezeknek az embereknek a gyerekei és az unokáim a már, akik a magyar értelmiség gerincét adják. És fogalmuk sincs arról, hogy honnan jöttek. És hogy milyenek voltak a nagyszülők. És nem is érdekli őket. Ott voltam a tisztavatás érsködön. Büszke voltam. A mi családunk 1000 év óta szolga, túrja a földet, és mindig a másét. Lám, az öcsém elindult fölfelé. Miénk az ország. A dolgozó népet szolgálom. Én valóban a dolgozó népet szolgáltam. Nekem nem volt más választásom. Amikor földosztáskor megkaptuk a 8 holdföldet, te meg én tudtam, hogy ez a 8 holdföld nem fog eltartani 2 családot. Csak ezért jelentkeztem tiszti iskolára. Nekem eszembe se jutott a rang meg a hatalom. Én ma is jobban szeretem a földet, mint... De azért évekig nem mertél bennünket meglátogatni. Mi? Ezeket a sorsokat ő belülről ismerte, ő a baráti köréből, önmagából, és ezeket nagyon keményen és nagyon pontosan írta meg, olyan nagyszerű novelláiban, mint a Kettős ünnep, vagy a Minusz, vagy a Kogito, ezek remek művek. Ha volt benne egy furcsa, biztos, kicsit kegyetlen,
erkölcsi érzék, egy nagyon tárgyilagos szemlélete a világnak. Ennek ugye az egyik nagy példája van, egy Kettős ünnep című hosszú novellája, ami arról szól, hogy valamikor 56 végén vagy 57 elején egy kocsmában összetalálkozik egy nő és egy férfi, a nőnek mindenkiért disszidált, mert ő maga is részt vett a forradalomba, és a barátai vagy le vannak csukva, vagy kivégezték őket, vagy disszidáltak. A férfi pedig egy ávós, aki ezt az elején nem lehet tudni, aki ott hagyott a felesége forradalom alatt, és ő is egyedül van. És ezek fölmennek egy, ha jól emlékszem, a lánynak a szobájába, és ott együtt vannak, lefekszenek, és hát két rettenetes magány. Két egészen másért magányos embernek a találkozása, de a magányban találkoznak. Az például egy klasszikusan szép írás, és ha a fiataloknak 56-ot kéne magyarázni, vagy az 56 utáni világot, akkor én ezt nagyon ajánlanám nekik, hogy megértsék, hogy hol éltünk mi, meg milyenek voltak az emberi sorsok. Két ember, aki nem követett el disznóságot, se az egyik, se a másik oldalon. Tiszta célokért úgy hitte, hogy tiszta célokért él és tevékenykedik, nem kell. És 1956 után se kell, mert ezeket azok, akik újra rehabilitálnak, meg megint rehabilitálnak, nem óhajtják maguk között látni. Jó napot! Rendben! Majd elintézzük! Tessék! Szeretném, ha felülvizsgálnák az ügyemet. Ártatlanul csuktak börtönbe, itt vannak a bizonyítékaim. Nekünk nincs jogunk felülbírálni a bíróságokat. Én csak azt szeretném, hogy töröljék a hátrányos következményeket. Agronómus vagyok, szeretnék a szakmámban elhelyezkedni. Hát helyezkedjen el. Priusszal nem vesz föl senki, csak maguk tudnak elhelyezni. Ez nem munka közvetítő. Nézze, Filip Cseh jelvtárs. Én tudom, hogy ma egy fiatalnak, akinek nincs múltja, tehát hibái, sőt bűnei sincsenek. Több az esélye, mint a magamfajta, mindent végigcsinál kádernek. De talán nem kellene mindent elfelejteni. 1956. október 30-án én mentettem meg a maguk életét. Ott szemben a börtön, ott voltam őrségben. Maguk itt barrikádozták el magukat a párbizottságon. Itt tüntetett a tömeg maguk ellen. Egyben követelték a rabok szabadonbocsátását. Amikor ön, Filip Cseh jelvtárs, kilépett az erkélyről, hogy lecsillapítsa a tüntetőket, önt kövekkel dobálták meg. Már majdnem betörték a kaput, amikor én tüzet vezényeltem. A tömeg szétoszlott, és maguk átszökhettek Cseszkóba. Aztán maga is meglógott. Mert nem volt kedvem a lámpavashoz. De már november 8-án jelentkeztem szolgálattételre. Értékeltük is. Áttettük a rendőrség kötelékébe. Ez igaz, de éppen csak, hogy megtűrtek ott. Tessék. Igen, már is. Nem tudunk foglalkozni az ügyével. Amikor Borszéki jelvtárs kijött a börtönből, maguk elhelyezték a Pordányi Állami Gazdaságba agronomusnak. Most már igazgató. Egy ittas gázolás nem azonos a társadalmi tulajdon elleni vétséggel. De én ártatlan vagyok. Itt vannak a bizonyítékaim. Legfeljebb a jogszabályok nem egészen pontos alkalmazása. Várnak. És velem mi lesz? Az Erzsik történetei azok abszolút valóságos történetek. És a figurák is. És mégis egy hihetetlen abszurditás, képtelenség kerekedik ki ezekből az írásokból, ami azonban nem az a fajta abszurditás, mint a nyugati abszurdnak a technikája vagy anyaga, hanem hát mi egy abszurd világban éltünk. Hát minden világ abszurd, de mondjuk a szocialista, a megvalósult vagy létező szocializmus világa az kétszeresen vagy ötszörösen abszurd. És ezt valahogy a reális anyagban tudta megmutatni. Az Erzsi azt is megmutatta, hogy mindezen túl még egy nagyon sajátságos képmutatás is jellemzi ezt a világot. Az, hogy a saját törvényeit se tartja be. Tehát azt, hogy ezt a világot, amelyet ő ilyen kritikával mutat meg és ábrázol, a saját törvényei szerint is törvénybe lehet idézni, és el lehet ítélni.
Mit csinálsz? Be vagy rúgva? Megtanítom, hogy ne világítson a szemembe, makacs tiszta. Apu, ő se józa. Mi volt a tárgyaláson? Kaptam 6 hónapot felfüggesztve ittas vezetésért. De úgy gondolom, ha már nem jelent meg a tárgyaláson. Kórházban voltam. Akkor legalább leírhatta volna a teljes igazságot. Hogy maga is részeg volt, és állandóan lefékezett előttem. Sokkal kevesebbel akkor sem úszod meg. És maga? Maga mindent megúszik? Azt hiszed? Régóta szeretném megkérdezni, hogy miért tartja magát különnek, mint a többi ember, és miért gondolja, hogy magára más törvények vonatkoznak. Kértem, hogy a büntetésem ellenére ide helyezzenek vissza. Ide? Ide. Nagyanyám még csak a nevét tudta leírni, anyukám összekínlódott egy-egy levelet fronton levő férjének és távol élő gyermekeinek. Én meg az első paraszt származású nőíró vagyok Magyarországon, aki Kossuth díjat kapott. Ő művelt ember volt, tehát szó sincs róla, hogy a paraszti származás együtt járt volna valamilyen elszürkült vagy tudatlansággal. Nagyon sokat olvasott, sokat történelmet nagyon jól ismerte, nem csak a magyart. Rengeteget utazott, megjelentek a könyvei mindenféle nyelveken. Nagyon férfias jelenség volt, mindig kosztümben járt, mindig ilyen alacsony sarkú trottőr cipőben, angol cipőben, és a kemény kész, a nagyon durva keze volt, azt nem finomodott ki, talán a hajdani munkáktól, és mindig a nagyon kemény készfogása volt. Zárt egyéniség volt, nem nagyon szívesen beszélt magáról, ennek több oka volt, a magánéletéről ritkán, nem nagyon hívott vendégeket, inkább vendéglőbe, kocsmába találkozott az emberekkel, bár én ott a Kacsó-Pongrácz úton voltam nálam. Ritkán beszélt magáról, inkább kérdezett. Hát ő ez a faggató író volt, rögtön közel férkőzött az emberekhez, megnyíltak neki az emberek, ami egy ilyen típusú írónak nagyon fontos. Jó színházi érzéke volt, ugye mint dramaturgnak is, hát ezt tanulta, és nagyon szerette ezeket a kiélezett helyzeteket. Rengeteg a gyilkosság az írásaiban. Én azt hiszem, a legtöbb embert ölte meg a magyar irodalomban. Végigjárta mind a 3 stációját az életnek, paraszt is volt, munkás is volt, értelmiség is volt, és talán ezért, vagy inkább azért, mert ilyen természet volt, abszolút nem volt benne semmiféle osztályelfogultság. Emlékszem, hogy egyszer albérletben, ha jól tudom, lakott egy arisztokrata hölgynél, még a Kacsó-Pongrácz út előtti időkben, és azzal is nagyon jó volt, sőt írt róla egy szép novellát, ami arról szólt, hogy a vesztes nem te vagy, azt hiszem ez volt a címe, hogy ugye úgy néz ki, mintha győztes volna ez az új osztály, de hát nem győztes, ez se. Teljesen természetesen sikerült a életanyagot, a szubjektivitást, a társadalmi tárgyilagosságot egyesíteni, mint ahogy a nagy íróknak ez sikerült. Ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy 19. századi írói alkat volt, tehát olyan, mint a nagy franciák vagy nagy oroszok. Erzsi egyébként annyiban is központi vagy izgalmas alakja volt az akkori éveknek, hogy ő hát nem nagyon tartozott sehova. Tehát nem tartozott a kommunista írók közé, nem tartozott a népi írók közé, nem tartozott a urbánus írók közé, és mindenki tisztelte, és például ugye a legarisztokratikusabb, már származása szerint is, és urbánusabb író, Ottlik Géza, akivel én többször beszéltem Galgóciról, nagyon nagyra tartotta. Volt egy novellája, egy rövid novellája Erzsinek, a Mama öltözik, azt hiszem az a címe, egy 5 oldalas vagy 8 oldalas novella, azt remekműnek tartotta, és hogy a legnagyobb dicséretet mondja róla, erre jól emlékszem, azt mondta, ez olyan, mint a Tömörkény írta volna. És én ezt elplegykáltam Erzsinek, aki ezzel nagyon, nagyon boldog volt. Ottlikkal is, meg Tömörkénnyel is. Nem csak
író volt, hanem újságíró is, és szociográfiai riportokat is írt, és azokban még közvetlenebbül, még kendőzetlenebbül, és sokszor a napi események szempontjából még kínosabb igazságokat vágott oda azoknak a fejéhez, akiket ez illetett, és ezt aztán végképp nem tűrték. Ma már nevetünk rajta, és ilyen humoros anekdotának tűnik, holott egyáltalán nem volt ez annak idején anekdota, hogy Galgóczi Erzsébet valahányszor hazautazott a falujába, vagy a megyébe, Győr-Sopron megyébe, ahonnan elszármazott, akkor a hivatalos személyek, tanácsi apparátus, pártapparátus munkatársai valóságos körtelefonon úgynevezett Galgóczi riadót rendeltek el, hogy vigyázat, itt van a megyében Galgóczi Erzsébet, jó lesz mindenkinek meggondolni, hogy mit tesz, mit mond és mit mutat meg ennek a kellemetlen nőnek, aki kiszerkezt bennünket az újságban. Instruktorártás, hogy volt az a történet az Asztóriával? Elmondaná nekem? Mi Asztóriával? Amikor fölvitték az embereket a szállodába, Budapesten. Jó, Peste. Hát, tartottak az elvtársak egy kiokosító tanfolyamot a tekintélyesebb gazdáknak, hogy meggyerjék őket a TS ügynek. És ezen az elnök is ott volt? Hát, persze vagyok. Az öccse is? Aha, ő is. Egy apja, hittek bennünket, vagy huszunkat, akinek szava volt. Ott aztán azt mondta egy elvtárs, na, emberek, ebből a szállóból egy tapottat se, de amíg itt vannak, ehetnek, ihatnak, amennyit csak bírnak. És a szeminárium? Nem volt hosszú. Azt mondták, emberek, addig innen el nem mennek, amíg be nem ül a fejük lánya. A forgóajtó előtt ő állt. Egy hét múlva aláírtuk. Elsőnek a bátyám, aztán a Vikai Béci, aztán a Pozsárbani, legvégén én is alájuk. Elnök elvtárs! Maga az Asztóriában született elnöknek? Na, ide hallgasson, elvtársnő! Mondok én magának valamit. Voltam én már hős magyar honvéd a Donkanyarban. Aztán meg büdös hortibaka a fogolytáborban. Aztán földhöz juttatott új gazda. Aztán lettem kulákbérenc. 56-ban én is vittem az ászlót. Jó, megkaptam érte a magamért. Most meg elnök lettem, mert ez nekem már jár. Ő különbséget tett műfajilag, de nem csak műfajilag, hanem hozzáállás tekintetében is, az úgynevezett szép próza, tehát regény és elbeszélés, illetőleg a riportok között. Azt mondta, hogy a riportnak célja van, a szép irodalomnak pedig oka van. Ezt ő úgy értette, hogy amit már mondtam is, hogy a riportnak az a célja, hogy segítsen. Tehát hallott valamit, vagy elutazott vidékre, és megtapasztalt riporterként valamit, és úgy érezte, hogy itt valami felháborító dolog van, és ha ezt a nyilvánosság elé tudja tárni, nyilvánosság elé tudja vinni, akkor a nyilvánosság erejével valamit mégis tenni kell abban az ügyben. Ez nem irodalmi probléma. Ez volt az ő riportjainak a célja. Minden eszközzel meg akarták akadályozni, hogy beszéljen. Tehát a tollával beszéljen. Hogy a tollával tükröt mutasson annak a világnak, amelyben élünk, és amely nem akar tudomást venni erről a tükörképről, holott, és ez aztán az igazán groteszk eleme ennek a történetnek, ha visszanézünk a múltba, hogy ugyanennek a kornak a hivatalos esztétikai állásfoglalásának mondjuk első paragrafusa éppen az, hogy tarts tükröt a jelen a korod elé,
és mutasd meg annak az igazságát. De hát úgy reagáltak erre az igazságra, mint a hófehérke mesébe a gonosz mostoha, hogyha neki nem tetsző képet mutatott a tükör, akkor a tükröt vágták oda. Én nem ágyra szerződtettem ezt a lányt, vegy tudomásul, hanem íróasztalhoz. Egyébként pontosan azt húztam ki a cikkből, amit most felolvastál, láthattad. Ez a te szerencséd. De ez csak a dolog egyik része. De az, hogy ti a szerkesztőségi értekezleteken olyan szavakat használtok, hogy októberi események és forradalom, én ezt nem tűröm. És ezt a Szalánszky Évát hétfőtől kezdve nem akarom többé látni a lapnál! És te fogod őt kirúgni! Ezt a Szalánszkyt, ahogy te mondod, ezt a buzeráns kurvát már nem kell senkinek hétfőn kirúgnia. Ő adta ott a szerkesztőséget. Hála Istennek! De egy pár év múlva a falba verheted majd a fejed. Igen, és a fejeteket veritek majd a falba mindnyájan. Mert csupa segnyaló lesz körülöttetek. Gerinctelen firkászok. Csupa niemand, akinek csak ahhoz van ez, hogy azt írja meg, amit olvasni akarsz. Téged úgy el fognak seperni, mint a szemetet. Kik? Merem remélni, hogy én. Nagy kár, hogy a rendszerváltozást nem érte meg, és ezt a mai világot, mert éppen ez a hát ellentétekkel, meg karrierekkel, meg pénzészséggel teli mai kor, ez a balzáki kor, ez neki nagyon konveniált volna, mint nem erkölcsileg, hanem mint téma. Hát ő mert ma senki nem írja meg ezt, hogy hogy élünk, hogy micsoda emberi sorsok, ajasságok, összefonódások vannak. A szépirodalom ezzel nem nagyon foglalkozik. Ez nagyon neki való világ lett volna ilyen szempontból, mert rengeteg olyan témát talált volna városon és falun, olyan sorsokat, olyan erkölcsi, vagy inkább erkölcstelenségi dolgokat, amiket ő nagyon jól meg tudott volna írni. Nagyon jó szeme volt erre. Hogy miért alakult ilyen furcsán, ha úgy vesszük, vagy ambivalens módon Galgóczi Erzsébet írói sorsa a létezett szocializmus évtizedeiben, annak most kivételesen nem tőle származó idézettel tudnék útbaigazítással szolgálni, hanem idéznék egy mondatot Nádas Péter megemlékezéséből, amelyet Ménfő Csanakon mondott el Galgóczi Erzsébet temetésén. Nádas Péter a következőket mondta többek között. Galgóczi Erzsébet arról beszélt, amiről mások gyávaságukban vagy fájdalmukban inkább hallgattak. Maga és én csak akkor tudjuk továbbvinni ezt a lapot és végezni a tennivalónkat. Ha képesek vagyunk egy bizonyos X mennyiségű okos kompromisszumra. És értelmesen csupán arról vitatkozhatunk, hogy meghatározzuk végül is, mennyi legyen az az X. És úgy gondolja, hogy az Astoria ügy már túl van. Túl van. És miért? Meddig játsszuk még azt, hogy ami kellemetlen, az gyorsan bevágjuk a fiókba, vagy desöpörjük a szőnyeg alá? Jaj, Éva, addig, ameddig muszáj. Amíg ezt követeli tőlünk a helyzet. Milyen helyzet? Mondja, maga valóban nem érzi. Nem érti, hogy a most és az itt kimondható igazságoknak valahol határa van az istenik magának. Engedje meg, hogy most visszakérdezzem. Valóban nem érzi, hogy a leírt és kimondott hazugságnak is van valahol határa? Annak vajon hol van a határa? Maga nekem ne adjon leckét igazmondásból. Többet sem vettem az igazamért, mint maga. És nem csak azt tanultam meg, hogy mikor nyissam ki a számot, hanem azt is, hogy mikor hallgassak. És hogy melyik az a pillanat, amikor a belét kell kitaposni valakinek.
ma is lesz kikötő, benne összefoglalót láthatnak a Balázs Béla halálának 60. évfordulójára rendezett multimédiás előadásról, valamint vendégünk lesz a Jabbe frontembere és John Nagan szaxofonos is. Kalocsai Andrea várja önöket. Négy éve a képernyőn. Május 22-én az ezredik alkalommal. A Duna Televízió egyik legnépszerűbb műsora. Jubileumi kívánságkosár Balatonkeneséről pénteken a Duna Televízióban. Egy világra szóló történelmi esemény, a megbékélés napja, a hálaadás ünnepe. Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az anyaország reformátusai hazatérnek. A vallás nem ismer határokat. Egységben az egyház. Híradó különkiadás. Élő bejelentkezés a Magyar Református Egyház alkotmányozó zsinata és hálaadó ünnepéről Debrecenből péntek délután a Duna Televízióban. Oson születésnap! Több ezer akcióval és nyereménnyel várjuk kedves vásárlóinkat! A sárga dinnye darabja 149 forint! A gyerekpóló 999 forint! Fejlessze vállalkozása informatikai rendszerét, beruházás nélkül. Próbálja ki a T-Systems bérelhető szoftvereit havi díjas konstrukcióban. Virtuálózó. Bérelhető informatikai szolgáltatások a T-Systems-től. Regisztráljon online. Az Osonban a vízforgatós medence 12.990 forint. Új generáció a tolóajtók világában. Az olasz Ermetika által gyártott, a falba tolható rejtett tolóajtók lehetőséget adnak a lakótér hatékonyabb kihasználásához. Szerkezeteink készülnek gipszkartonos és vakolható változatban is. www.bellodria.hu. A Lidlben kiváló minőségű friss áruk várják minden nap, és most különösen kedvező áron, mert nálunk az ár beszél. E hét csütörtöktől az univerzális ragasztószalag csak 699 forint, a három részes drótkeszekészlet csak 599 forint, a villás kulcs vagy fogó többféle változatban csak 499 forint. Lidl, ahol a minőség olcsóbb. Tegyük fel, hogy gyors forint alapú hitelre van szüksége. Tegyük fel, hogy telefon közelben van. Tegyük fel, hogy kedveli a gyors, kényelmes ügyintézést. Tegyük fel, hogy nem szereti a rejtett költségeket. Tegyük fel, hogy tudjuk a megoldást. Előzetes hitelbírálat a 0640 36 36 36-os számon. Cofidis, a pénzügyek napos oldala.